és aztán egy évig segédtanítóskodtam füleken. Mindent kipróbáltam, mindent helyettesítettem, fizika órától kezdve matematikáig, és mindig énekléssel fejeztük be az órát, úgyhogy azóta is a gyerekek, akik azóta felnőttek, mindig emlegetik, hogy milyen jó órákat tartottam. Csizma is függ a gerendát. Igen. Nagyapjáé volt? Nagyapám, igen. Hát van még itt egy-két olyan személyre szabott tárgy, ami hozzájuk köt. Néha megsimogatom őket. Ott azért rekesztettek ki, mert magyar voltam, itt pedig idegen, tehát határon túlról jöttem. Ezt a kirekesztettséget még az is növelte, hogy egyetemistaként külön csoportot képeztünk, akik határon túlról jöttek. Mi több, a koreaiakkal együtt egy csoportot képeztünk, akik alig-alig tudták a magyar nyelvet, hát most akkor tanulgatták, ilyen nemzetközi előkészítő. Az én évfolyamomban 4 voltunk, ha jól számolom. 3 szintén magyar könyvtárszakra kaptunk felvételt, és volt egy férfi ember, a Tamás. Igen, ő a férjed, igen. Hát úgy látszik, hogy az Isten is egymásnak rendelt bennünket. Nem nagyon értettem a Kati, de ettől függetlenül nagyon tetszett. Katinál is elsődleges szempont volt a részemre az, hogy mondjuk rá kibírjon 3 napot a föld alatt egy elhagyatott bányában, ahol ott kell aludni, enni és élni.